Na nézzük tovább akkor a Medieval 2 végigjátszásunkat. Két részre bomlott a csapat, Kia ment az egyik irányba, és Dan pedig ide, a Wolf from Hall-ba. Oké, nem tetszik nekik, hogy milyen király Sir Daniel Fortescue. Legyőzte ezt a zöld figurát, legyőzte Iron Slugger-t. Wow, nem örül neki, Pilton, ez a nagy vörös koma. Eljön nagy főgonosz. Megjegyzzük le akkor. Jó, na megérkeztünk, tyú, kevés élettel, na de akkor beszéljünk bátyával, mit tudunk vásárolni, hadd nézzem. Hát semmi extra, a bombák itt vannak nekünk, jó, akkor a bombát elhelyezem, hát ha akkor lehet azt használni, valami jó kis tennivalóra, viszont ez jó lesz, ezzel támadni, ez jó lesz, egy csengő. Micsoda? Ha, engedjél már be ide, halló, vagy ide egy kulcs kell, úgy látom kulcs, halló, még egyszer bekopogom. Mi azt mondja, hogy boly? ott van egy kis arany, jó, köszönjük az arany, aztán akkor, ja, hoppá, látod azt a kis jelölőt? Na akkor egy fej odaadás, és akkor mi vagyunk, nézd meg! Sir Daniel Fortescue feje, most már nem csak úgy ott van magától. Nézd meg egy ujjal a kanyarodás, figyeld, hogy kanyarodik így. Hát ez nagyon jó. Várjunk, na lássuk, itt kell bemenni valahol, hogy lehet. Itt az arany mellett nem tudtunk bejutni, de kijutni se tudunk, úgy tűnik, fűha, ja de várj, itt ki tudunk jutni, akkor itt valami titkos, jaj, nem is annyira titkos, jó, na akkor ott van a boly, akkor az mi újság, hoppá, ki volt az a szellente, hoppá, várj. Akkor jöjjünk fel, hogy... Á, ne tegyél ki, ne, kihajított. Pedig ott van a kulcs, szerintem az kell. És akkor, de mi volt az a nyomógomb akkor? Na mindjárt megnézzük, megpróbálkozunk még egyszer vele. Tehát akkor... Jó, sikerült vissza a fel. Hát egy pillanat, a kulcsot megszereztem, feljöttem. És... Halló? Júj, egy kislány. Vagy valami... Ki az, mi az, Andi? Jó, inkább meneküljünk gyorsan. Menekülés hova... Ja, ez nem. Hol tudunk kijönni? Azok az ellenfelek. Várjál, ja, errefelé. Nézzük. Ott egy ablak, az ablakon. Ho! Jó, vagy ha kidobsz, az is jó. De ő nem dob ki, ő csak sebez. Várjál, akkor így, ez az. Itt végig ott röhögcsél. Neki tetszik ez a kis fej. Tetszik. Ja, már itt kint vagyunk. Jó, akkor vissza Sir Daniel Fortescue fejeit visszakérheti, és vissza is fogja kapni. Adj kérjem el a fejet. Na, hogy van a visszaadás? Nem játszogatni, sétálgatni akarok, hanem azt akarom, hogy vedd vissza a fejedet, és menjünk tovább. Jó, na hát ez rendben van. Na most kopogjunk be. Na most figyelj, bekopogás, itt vagy még? Jó, na maradjál itt, mert én nyitom az ajtót a kulccsal, amit erre voltam. Hol vagy? Hello? Wow, tényleg el is felejtettem, hogy itt vannak mennyien vele. Akkor megnézzük a bombát, egy bomba, dobjuk el a bombát, sikerült ledobni. Azt hiszem, igen, csak mikor robban. Attól tartok, rám robban. Mi? Hol robban? Semmi nem volt belőle. Oda letettem pedig. Ott van robban. Jaj, valakit legyőztem vele. Valakit azért sikerült legyőzni. Ezek az ellenfelek voltak a legelső pályán is, és ott a karddal elég gyorsan le tudtam győzni, de itt most... a baltával... Tiszta gyenge vagyok ellenük. Vagy lehet, hogy ezek itt megerősített örök. Én szerintem azt mondom, megyek inkább tovább. Követnek? Nem követnek. Ez a kislány is tépi a fejemet. Hát ilyen nincsen, hogy itt mindenki bántásból áll. Azt hittem csak azt a kis... kis hogy hívják ott fog... azt a kis... kis kezet és fejet. Itt van még egy. Kis kezet és fejet fogja bántani. Ide jöttünk föl, akkor ez itt rendben. Ez itt azt mondom, jó, lezárt történet. Én történetem, akkor hogy megy tovább? Itt nem is tudunk sehova se tovább jutni. Akkor nincs más hátra, mint hogy legyőzzük ezeket a termet. Jó, oké, ott volt valami, mert hogy ebből a szobából.
akkor... Oké, beindult a zene. Most nézzünk szét. Most akkor fel a lépcső. És aztán... Hoppá! Ajaj, itt van a mérgelődő figuránk. Jó, szétnézzünk itt a házikóba, amennyit csak lehet. Ott volt a konyhás. Jó, live battle, az is jöhet. Mindenféle töltés. Mindenképpen. Ide fent is. Ezek a szellentések, amiket művel. De amúgy ebben a játékban is ez volt már ilyen. Szerintem ez a szoba akkor úgy rendben, megnéztük. Ide fent van-e még nyitott? Ez nyitott ajtó? Nem. Mindegyik ajtó úgy zárva. Akkor azt mondom, hogy habár, csak egy pajzs, köszi szépen. Ez nem törhető. Jó, hát akkor ezen az oldalt... Hoppá! Kinyílott egy ajtó. Jó. Na itt mi a helyzet? Az a tutyuka. Hogy menjünk ki? Hello! Be is záródott az ajtó. Akkor... ezt tologatni lehet? Jaj, az ab... Megint ki kell ugrani az ablakon? Jaj, kiugr. Most meg oda toltam, úgyhogy... Hey, wow, hello, egy pillanat! Mi az? Meggyulladt. És ki lehet most már menni? Nem lehet, akkor ezt is. Milyen meggyulladt szörnyetek? Jaj, várjál! Hogyha a fény rákerül... De a fény az a vámpírokkal van, nem? Itt vámpír... Ez a vámpírkastély! Dracula! Ez a vámpírkastély... De akkor ezek a kis jányok, ezek még? Ezekkel mi a helyzet? Hoppá, bocsánat! A Dracula kastély? Ez az ajtó... Mindig nyitva volt itt? Nem, ja, akkor így nyílik ki. Akkor úgy tűnik, ezeket a vámpírokat kell akkor így kicsit... Jaja, az a tüzes, jó. Egy itt van, egy kicsivel közelebb tolom. Oké, és akkor gondolom a másikat meg így át kell tolni. Gyere, majd megfogni. Erre rá. Aztán pedig fogjuk, ide húzzuk. Jó, oké, egy kis puzzle. Egy kis puzzle elem az jöhet. Na akkor gyerünk, őt is ugye húzzuk mellé, és remélhetőleg akkor rá fog világítani ugye a fény. Hát arra mindenképp, arra igen. Jön a következő, menekülés. Ajtó nyílik? Nem. És így megy fölfelé itt a kehelynek a százaléka, úgyhogy egész jók vagyunk, én azt mondom. És nyílott, szóval ajtóra kell nekünk haladni. Legalább nem nagyon tévedünk el, mert ahol voltunk, az le van. Szerintem az bezáródik, és ahol nem voltunk, az pedig... Na várjál, itt ez milyen hosszú. Jó, nézzük a következő puzzle-t, egy kis pénz, azt megköszönjük. Hát ez a, egyébként ez a bomba, ez nem valami. Nem valami jó, én azt mondom, bombát azt lecseréljük. Próbálkoztunk a bombával, de nem működött nagyon. Feltöltéssel viszont így, igen, és az I, az I-nak, és a... Csak akkor itt így oda le, vagy erre rá. Hol toljuk? Itt most hol fog? Itt hol fog nekünk történni? A fénynek a belépése. Ja, itt. És itt lesz egy prizma? Jó, akkor a prizma... Hát az elvileg úgy van, szerintem oda lent, oda fog világítani, még oda, mert így töri a fényt. És akkor így az egyik oldalra, akkor oda letoljuk. Akkor letoljuk oda. Azt mondom, gyere te. Így. Hoppá. Ezt ugye megfogjuk, és akkor így toljuk lefelé, és szerintem abba a gödörbe, hogy ne legyen. Az összetört. Ugye nem tudsz feljönni? Vagy nem vett észre, vagy... Remélem, hogy ott van még nyugiba. Nézzem. Ja, már nincs. De ott van. Csak csöndbe. Itt az ugrásnál bele ne, oda ne essek hozzájuk. Na jó,
Legyőztük? Igen, úgy tűnik, igen. Oh, de nem! Csak az egyiket. Mere. Ha? Mi van azzal? Gyere közel! Mi a... Ezzel oda lehet tolni? Jaj, ja, szóval úgy rá is lehet úgy tolni. Jaj, oké, oké. Ez jó kis ilyen... Az is ilyen jó kis puzzle-ös dolog. Így a fénnyel és a vámpíroknak az ilyen mitológiája, vagy hogy lehetne ezt nevezni. Akkor a kérdés nekünk az, hogy az erre volt a melletten, ez volt az? Igen, ez volt az a lezárt ajtó. Nézzük a következő. Na, lezárulott. És akkor, ja, ez megint ilyen tolható dolog? Ó, odafent, ott van, ott látszik, hogy ott lesz a fényforrás. De ezek akkor még... Mi ez? Ezt itt hogy kell? Így ide. Így keresztül. De ennek mi értelme van akkor? Ezt is vigyük át, hogy... Hogy lehet, hogy ez kell erre az oldalra. Hát még ezt nem tudom. Na akkor még szétné... Aha, jó, még akkor nézzünk szét ide fent. Hogyha... Várjál, mintha ezt jól látom, akkor ott... Ott látok, ott van szerintem, onnan kell ide beleejteni. Hát ha nem ide lehet beleejteni, akkor... Akkor... Hát akkor bajba leszünk, mert ott látom, hogy... Hát jó, most itt kitakarja a kamerám, de ott ezen az oldalt van, hogy... Aha, egy... Hát akkor egy... És ott még látszódott, hogy van még. Tehát akkor jövök. Ó, ne! Hoppa! És addig szerintem ki is nyitom. Hadd jöjjön a fény. Ide átugrunk. Oda átugrunk. De az nem! És amikor leesek, mindig veszi le az életpontom. Ott nem nagyon lehet... Szerintem az a baj, hogy mögé ugrok, és nem pedig úgy... Elé, talán? Az a baj? Jó, akkor itt ezt le tudjuk tolni. Jó. És akkor... De erre oda nem jön be fény. Akkor hova vigyem ezt? Csak itt fent van a fény? Hát akkor ez... Ez így akkor... Ez így nehéz lesz. Ha majd gyertek. Gyere. Na gyere, rá kell valahogy... Őket rá kell valahogy vezetni, hogy jöjjön a liftre. Jössz, gyere. Mennyire? De magától nem fog rámenni a liftre. Jaj, ez a tologató kell. Rá kell tolni ezzel, mi? Hát ez így, így, figyeld, így ráviszik. Úgy ott van rajta. Szevasz, neki annyi. Így kell ezt csinálni, hogy innen akkor toljuk. És akkor, még leesik, de neki már annyi. És akkor mehetünk vissza. Jó, következő ajtóval az itt, ez nyílott ki. Hoppá, le is estünk. Vagy várjál, ajtóba zárul. Ez itt most melyik terület? Na itt mi újság van? Hát nézzük szét, egy kis arany. Jó, ott van 3 darab vámpír. Itt, az mi? Kapcsoló. Csillár. Az lesz. Abból egy... Lesz valami fény. Azt ki kell nyitni. És akkor úgy lesz valami fény. Szerintem az lesz ott a fényforrás. Jó, de akkor oda felülre. Akkor felülre. Ja, itt ezen az oldalt. Megnézzük, hogy tudjuk ki nyitni akkor azt az ablakot, akkor a csillárnak a, hát szerintem azok a gyöngyök, azok majd remélhetőleg majd valamilyen módon. Ja, itt lesz, jó. Akkor majd valamilyen módon megdolgoznak. Jó. Szerintem mert, uff, és leugrok! Jó, és akkor, hát akkor ezeket akkor toljuk ki oda. Toljuk ki ott a nyíláson, megpróbáljuk akkor, mondom a nyíla... De nem fog rá!
Itt fog, kapaszkodj már, na végre. Hát nem akarja elfelé húzni, de oh, most is már túlhúzott. Jó, akkor szerintem egyesével tolhatjuk oda le őket, vagy betolhatjuk, hanem. Hoppó. Jó, tesódat ráküldjük, ugyanúgy, ugyanoda küldjük oda újra. Mi a... milyen csenge. Ho! Ho, 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 ho. Nyugi van. Gyorsan föl. Ó, ott valami mező, valami... valami nem volt jó, valami... ott szerintem valamelyik nyomógombos... ja, elaludtak, vissza. Akkor tolom egyből kifelé. Ó, ott egy másik mező! Menjetek aludni. Menjetek aludni. Jó, akkor ott figyelni kell, hogy... hát azt is már honnan tudja, melyik mező az, amelyik így altat, melyik az, amelyik ébreszt, tehát, hogy most akkor... Jaj. Vannak annyi. Oké, akkor ezt pedig itt oldalra kihúzzuk. Így. És itt. Jó, így megy. Így ez rendben van. Ide pár csapás. Hoppa. Azért nem olyan gyorsak legalább. Hát igen, most keltek fel, tudod, még olyankor nincs bennünk az a nagy mozgás. Ha most keltek fel, tudod. Jó. Ez szerintem. Jó, és a... hát azzal... ott felül a kijárat, de hogy mehetek vissza a kehelyér? A kehelyt azt láttam, ott voltak, ahol a zöld katonák voltak. Én legalábbis úgy nevezném őket, az pedig vissza legelőre. Megpróbálok visszajutni akkor. Jó, megszereztem, és akkor itt visszajövünk körbe. Ezzel pedig a pályának V. The Count. A Grove. Count Dooku. Vagy. Oké, egy mentés, nézzük meg. Vagy tudod, kit hívnak még Grofnak? Dracula Grof. Nem mondod Dracula, őt is le kell győzni. Már itt most ezt, hogy be kell ugorni, vagy mi ez? De felkeltjük! Lás, itt már egy jó nagyot felkeltettük. Milyen lény vagy te, aki a grófnak az alvását megzavarja. Na jó, 500 HP is támad. Erre. Ho! Az a gyors támadó. Ezeket forgatni lehet. Azok tükrök! Várjál, nem azt lehet, hogy... úgy, az kellene, nem, hogy... de visszaveri, vissza tükröződik, jó, az lesz. A tükröket kell beállítani úgy, hogy így függőleges, tehát hogy egyenesbe állja. És amikor lövöldöz, akkor tudunk mi... odaállni. De legalább oda célozzál, itt vagyok. Itt vagyok. Ilyen nincs, nem oda céloz. Aj, ó, oh, miket küld? Tüzes denevéreket küld. Tű. Megint használnunk kell, nem lesz elég életpontom. Ó, oh, mennyit lő? Egyet legalább vissza tudtam küldeni. Bombázis. Minden... fú, nagyon durván. Nincs pajzsom. Honnan szerezhet... várj, ki nem lehet kiugorni? Úgy, ahogy beugrottam, minek ugrottam én be, nem lehet. És elforgatja... ez nagyon nehéz ez a boss. Ez a boss nagyon nehéz, mert megint kellett használni egy lötyöt. De már nincs pajzs, és nem tudom megvédeni magam. Várjál, ide feltölti és támad. Akkor visszaküld legalább egyet. Legalább annyit visszaküldök. Fú, szerencsé, hogy ennyivel akkor... lejött a ruhája. Oké, jól harcoltál, te csontos. Nem győzheted le? Ez még csak az első fázis volt a bossnak? Hogy?
250, hát uff, vigyázz. Akkor most hogy támadjak, mit támadjak vele? Nézzem. De bevilág, tehát hogy valami fény jött be a... Hoppá! Jaja, most akkor meg... Aha, szerintem a fényeket kell most már úgy irányítani. Én legalábbis arra gondolok. Várj, ezt a sugát. Ez még egy aha, az megvan. Ó, és megint forgatott rajtuk. Ez most nem függőlegesbe kell állítani, hanem így, amikor olyan fényszórós állapotban van, hogyha így lehet ezt így nevezni. Ez rendben. Aztán erre kellene még egy. És az utolsó, már csak ezt az egyet. És akkor legyőzve, remélhetőleg. Gyere. Jó! Akkor, ha rajta van a fény, világosság, chat. Úgy bizony, neked vége. 110 életpont. Még mind... Nem lesz elég erő. Utolsó. Ez az utolsó 300-as életpontom. Ennél most már nincsen. Vissza kell mennem korábbi pályákról, hogy nem tudom, mit lehetne csinálni, de valahogy életet kell szereznem. Ő is forgatja. Az a baj, hogy ő is forgatja. Mert eljövök. Ő dobál rá valami shuriken beterenget, dob rá. Ó, és akkor visszanullázza. Jó, még egy kört teszek. Hoppá, hoppá, sikerült. Jó. Fú, még egy kört kellett tenni. Ez eddigi legnehezebb boss fight volt így a Medieval 2-be. Ez kemény volt. De jön még a csont változat. Figyeld, harmadik fázis. A denevér változat. Jó, nem, azt hittem. Oké, hát akkor... Ez a helyszín, kész. Sir Daniel Fortescue megtette, amit meg kellett. Kaptunk egy új kardot, ami ilyen varázskard, broadsword. Na nézzük meg akkor, hogy van nekünk. Vagy csak lelet cserélve a sima kardunk? Jó, hát ha lelet, akkor lelet. És 0%? Hát nézzem. Akkor ezzel nem lehet. De ugyanúgy lehet használni, csak szerintem az erősítést azt úgy kell vásárolni, ilyen feltöltést, mint a Medieval 1-be. Jó, tehát akkor jöjjön a következő pálya a Whitechapel. Itt én visszamentem az első pályára a múzeumra, és akkor próbáltam föltölteni az életemet. 284 és 3 és egy kicsi lötyikeit össze tudtam szedni, úgyhogy ennek azért úgy örülök. Ennek a zombikáim. Na jó van, akkor zombikák. Értek csak, itt fogok veletek szórakozni, na jó, hadd nézd. Ó, robbanó! Na gyere, robbanózzál, na aztán remélem mindenki annyi. És akkor nyomás tovább, mert elvileg Kia jött ide, szóval meg kell valahogy... elnézést! Meg kell menteni. Ó, itt a rendőrség itt van, és nem lehet bejönni, vagy mi van itt. Úgy, mint volt egy hasonló a... egy hasonló történés az első játékban is. Csak oké, nézzük föl. Ott látok olyan létreformát, úgyhogy oda szerintem ezt halljátoljuk. Gyerünk, Daniel, meg kell mentenünk. Meg kell menteni a hölgyet. Csak rászámíthatsz, mint partner. Hoppá. Hú, bemázunk itt. Ez igen. Na nézzük meg akkor. Itt milyen tenni való. Egy kis gyógyító. Na ezzel turbózzuk fölfelé, legyen meg az összes kis potion, legyen tele az élet italunk, és azzal hát jó sok életpontot van nekünk. Library, tehát kell nekünk a könyvtárnak a kulcsa. Aztán, jaj, oda le szerintem, hogy vele. Meg is vannak, de akkor itt ez itt mi? Ez itt mi? Mert nagyon szólongatnak engem. Nézzük meg, jó? Nézzük meg, mi van ott. A fejünkkel átsétálunk. Egy nyomógomb. Oké, hát annyira jöttek itt ezek a szépségek. Mármint ezek a kezecskék itt annyira jöttek, hogy gondoltam, hogy nézzük meg. De akkor az nem egy ilyen extra volt, hanem...
egy Gryffindor shield, na jó, nem Gryffindor, csak sima Griffin shield. Jó, hát megkaptuk akkor Peter Griffinnek a pajzsát, és akkor innen mehetünk tovább. Ez itt mi? Ez is pajzs. Jó, és odafönt. Gyerünk, ott milyen jutalom lesz. Ez pedig a club membership. Jó, várjával, én itt láttam volna egy club feliratot. De akkor a rendőrök azért haragudtak rám, mert nincsen tagságim, vagy mi ez a club membership, jó. Akkor nézzünk be a klubba, ezek szerint, akkor mehetünk oda. Csak óvatosan, szép lassan, a leugrásoknál a sebzés az nagyon rosszul szokott engem érinteni, azt én nagyon sajnálom. Oké, akkor megvan a klub tagság, akkor megnézzük a rendőrséget, úr, azt nem. Hello. Jó napot, jöttem a... That's not your card, is it, sir? You haven't got a beard. Ez nem a te kártyád, mert neked nincsen bajszod. Várja, nem... Nem a... Hát nézem. Hát mert úgy tűnik, hogy itt a rendőröknek van olyan bajszod. Nem lehet egy bajuszt levágni róluk, vagy... Bocsánat, akkor na. Bocsánat, mit mondjak erre? Hát megpróbáltam egy bajuszt kölcsön kérni, vagy szabad ilyet, vagy... Ho! Ott várjál, ott mi van itt? Ho! Valami színes. Azt meg kell néznünk közelebbről. Oké. Remélem ide már nem jönnek be. Ez, hogy mi ez a... Mi ez a konstrukció? Jaj, ott egy bajusz, nem? Vagy ez? De a rendőr úr! Már a forgató? Jó, úgy oda... Hol világítsunk oda. Hagyjál már békébe. Pihenjél. Mindegyik piros... Zöld. Lehet váltogatni a színeket. Jó, hát akkor váltogatok. Váltogatok, csak ne ütögessen már ennyit. Jó, nyugi van. Váltogattuk a színeket. És kijött egy... nem bajusz jött ki. Megint a griff pajzs. Ez meg az unicorn is pajzs. Az igen. Jó, hát a vörös, zöld és a kék, hát az egyértelmű színek, red, green, blue, ezek egyértelműek, és akkor ahogy jöttem, itt volt egy ház. Flaming crossbow! Csak így lazán? Adj csak elő. Megállj bajusz. Megállj bajusz. Ezzel leégetjük a bajuszt, az a baj. Ezzel leégetjük a bajuszt, úgyhogy nem biztos, hogy ez jó volt lehet. Viszont hát legalább így akkor közelebb vagyunk. Közelebb vagyunk a fegyverek maxolásához. Ha bár kihagytam kelyheket, az igaz, tehát igen, úgyhogy azzal már nem leszek teljesen kész. Ezeket csak kábítani lehet szerintem. Tehát legyőzni, nem tudom, itt most mit... Mit lehetne, hogy odadom a... Mit adjak oda? A karomat odadom a bajszáért. Na jó, akkor menjünk, szaladgáljunk tovább, hát ha valahova még el lehet jutni, mert így ebből nem lesz bajusz. Ebből a támadásokból bajusz nem lesz, úgy tűnik, hát csak nem lehet így letépni, vagy valam. Ha. Itt bajusz. Vagy mi kell, hogy lesz? Aha, jó. Lesz itt valami bajusz. Venni kell egy bajuszt. Venni. Azt hittem arról a szoborról, hogy ott, amikor a fényeket állítottuk, ott lesz valami. Habár itt valami ruhatáras van. Nincs egy játékbajusz, tudod, parókát árulnak, játék, hogy... Na itt felvesszük a... Egy pillanat. De bajuszt nincs rajtad. Hát ha ezzel beengednek bajusznék, hát de hogyha a klubkártyán az van, hogy én egy bajszos úri ember vagyok, akkor ez ennyi, tehát akkor attól még nem vagyunk közelebb, mert most hova vezet, vagy ez. Egy pillanat. A klubba megyünk be. Uram, kérem a beengedést.
Velünk itt voltunk, mi van? Innen jöttünk le, nem? Vagy... Ez ott megint be a templom? Ó, ezt az épület... Hé! Hey! Ne, egy pillanat. Hé! Oké, okay, ezek a pajzsok kinézetei. Na most már csak az a kérdés. Hogy ide bent lesz a bajusz. Én szerintem... Ez egy átváltás. Jó. Hú, de sokan... Még mindig lélegednek. Jó, ez így egy dolog. Ja, így most már nem egy dolog, tehát legyőztük. Hé, bajusz! Szakál! Bajuszbá bejött! Itt van bajuszbá! Ójjaj, ójjaj! Nagyon sokan vannak! Nagyon sokan vannak! Ó, ne, amikor egy valaki egy picit is megsebez, akkor elvesztődik ez a feltöltés. Hogy egyik egyet felett hozzá. Az jó támadás volt. Lehetett hallani. Mi van itt? Hát? Ezzel a kejhet remélem fel tudom tölteni ennyi zombi legyőzéssel. Ezek nem számolódnak vele? Úgy tűnik, mintha százalékban. Nem tolnál fölfelé a százalékot. Vagy lehet, hogy már 100%-os. De itt nagyon sokan vannak, hát ide kell a bomba. Vagy itt lehet, hogy csak a főnököt kell legyőzni, a jutbát. Senki más, csak a jutbát. A többiek jönnek újra is, hogy hol van a jutbát? Jó, hogy csípjük. Csípjük a jutbát, akkor... Mennyit? De nézd meg! Megesznek már! Ezek a zombikból végtelenek. Nem lehet legyőzni bajuszbát. Na most a kérdés, hogy vagy az összes zombi... Jobb bajuszba megvan. 94% kehely. Bajuszbá jutalma, a bajusz meg a szakál. Köszönjük, köszönjük. Azt azért elkérjük mindenképp. És akkor... Itt még párat győzünk már le, hogy megvegyem. Jó, csalősz, jó, megvan a kehely. Az itt volt az egyik utcába, tehát... azt szerintem... Hú, de jól nézel ki! Kapott új felszerelés, medieval. Sir Daniel Fortescue. Na, a rendőröktől gyorsan meneküljünk, és akkor... szerezzük meg a kehelyet. Valamelyik itt látszódott, csillogott valami. Jelen ez a zsák utcás rész, ha szétnézek, aztán utána megbeszélek bátyával, hogy hadd menjek be a klubba. Nem hiszed el, de a rendőrök nem csípnek ide, figyeld. Olyan úriember kinézetem van, a rendőrök már nem kergetnek. Új. Na, akkor uram, mehetek most már? Vagy hogy kell megmutatni? Oly. Hogy kell megmutatni? Ja, oké. Okay. Jó estét, jó szórakozást kívánom. Hölgyem én. Na szóval. Te keresed azt az egyiptomi? Igen, mi keressük. Itt volt, elmondtam neki, hogy mi a helyzet, de Ripper elvitte. Ripper Ru? Mi a? Mentés Rippert... micsoda? Nem már. És adott nekünk egy live battle-t? Na, köszönöm szépen. De milyen Ripper Ru vagy? Ki van itt? Mert itt a londoni... Whitechapel? Ja, lehet, hogy akkor a Ripper az arra a Ripperre utal, akit úgy hívnak, hogy Jack the Ripper. Az pedig magyarra úgy fordították, hogy hasfelmetsző Jack. Azért ez egy kicsit durván hangzik, de ez volt így a fordítás, jól tudom. Ott vannak a fények, és hol az a kiárat? Azt hiszem, ha itt balra fordunk, ez volt az volt. Ó, hát itt a londoni tényleg, de remélem boss fight, akkor legyőzzük. Mi az? Fú!
Ne! Ez nem lehet! Mi az a Jack? Mi az a Ripper? Még röhög. Így nem lehet, hogy... Sir Daniel Fortescue-nek csak egy barátnője lehetett. Szegény. No. És így visszajönni, már ruhát is lelögtük, meg a bajuszt is magunkról. Na, akkor kérem a kehely ajándék. Vagy nem. Nem, most nincs kehely ajándék. Megtaláltad? Igen. And? És? And? Meghalt. Oh no! No, she's meghalt, és az én hibám. Hát igen, ő mondta, hogy menjünk külön két helyre. Én kilépek. Ezt mondja. És akkor elmenekül Sir Daniel Fortescue. A szerelem ezt teszi egy emberrel. A Suvers lekerült akkor a csatornában. A nézők mit mond nekünk, kis Kasper haverunk. Professzor megkért, hogy adjam ezt oda neked. Lightning? Na jó van. Ez jó. Akkor már is a lightningot azt állítsuk be. Lightning beállítva. Hát a kard szerintem az lesz egy kalapácsra való csere. De az lehet gyenge. De nem tudom, lehet a kard is gyenge 0-100. Vagy vegyünk kard töltést. Veszünk kard töltést, hogyha találok kis... Hát itt az átugrás az felejtős. Na ott mi van? Milyen Teeny Ninja Technics van már ott? Mit? Baracsa? Ja, köves engem? Jó, jövő, követlek, de akkor ez a villám. Hoppa. Ho-ho. Jó, megyek. Fú! Megint az a görög dinnye támad, ófej. Ember, hát. Aha. Az az előző. Jó. A kicsit, azt a kis zöld fejet kellett. Ez a zöld fej. Ez jó. 7%-ot emésztett el. Ez még úgy azt mondom, rendben van. Jó, hát akkor a zöld fejek visszatértek. Ez mínusz. De kaptunk egy villámot. Ez meg egy plusz. Úgyhogy azt mondom, hogy úgy semleges beállunk el. Ez egy szobor Sir Daniel Fortescue-ról. Mi a? Itt a csatornákba? Is it true the great one eye has come to save us? A nagy egyszemű eljött megmenteni minket. Well, great one, you see, we were once a happy tribe, singing and dancing. Egyszer boldog, táncoló és éneklő törzs voltunk, addig, amíg a nagy szörnyek el nem vitték a nőinket. Te, nektek is el lett vive a nőtök. Ja, akkor itt az idő, segítsünk rajtuk. Ők is segítenek nekünk, már is adott egy jó kis jutalmat, ez a jutalom pedig nem más, mint az arany pajzs. Jó, akkor hát tevék a nőket kell visszaszerezni. A nőket vissza kell szerezni nekik. Szóval, akkor ez egy jó kis feladat. A törzs van is, szörnyek elvitték, hogy most milyen szörny, vagy ki merre, azt nem tudni. Azt viszont tudni, hogy maxoltuk a... És itt mit... Ide mutat a nyilacska? Vagy, vele? Ezeket nem ráugrok. Nagyon sebez. Akkor ez ennyi. Jó, menjünk vissza. Tehát akkor kaptunk egy jó kis lötyikét. Ó, és pont ki is fogyott. Ó, nem baj, kaptunk egy lötyikét az előző pálya végén, az mondjuk jó volt. Hogyha nem erre kell menni, akkor ha várod még ez az aréna, azt hiszem másik irányba is elvezethet. Jó. Tehát az egyik oldatot csak egy ellenfél volt, meg egy olyan feltöltő. Mondjuk az is több, mint egy semmi. Oké, itt pedig... Nem! Gyere, segíts! Nem. Ide is kell tenni valamit. Akkor ez is egy zsákutca. Eddig kettőből kettő zsákutca. Ez nekem most már így nem tetszik. Na nézzük. Ó, ott is van egy töltő. Jó, akkor...
legalább ide tettek még egy töltést. Azokkal a lovakkal, vagy mik vannak, azokkal vigyázni kell, mert azok nekünk jönnek, nagyon leszedik az életpontot. Ez jó töltő villám volt. Csak az volt a baj, hogy nagyon sokat sebeznek így is. De mennyit kell még rajtuk sebezni? Nem jön le a fejükről, pedig itt villámozom. Jó, az lefekült. Jó, szedjük le. Szedjük. De hogy bír? Ez így nem jó, mert elfogy a villám, és akkor megint ráugrik a fejére. Én ezeket hagyom. Nem igaz, ezeket le lehet győzni a villámmal, csak az a baj, hogy... Az a baj, hogy miután leugrik, utána... Tehát akkor utána még nekünk le kell győzni azokat a fejeket. Ó, rá ne ugorja az én fejem! Ó, az én fejem! Jó, lejjük a tüzessel. Ez az, tüzessel leszettük. Na most már lehet akkor beszélni arról, hogy fejünket levesszük, és így megyünk tovább. Hát nehogy már, hát ilyet csinálni velem. Na várjunk, ez itt jó kis ugrándozós trükk. Jó, nézzük, akkor hoppá, egy turbóval figyeld, hogy átugoltunk. Ez mi? Ez egy nyomógomb, oké, ajtó úgy nyitva. És erre tovább, mi attól mehetünk, vagy menjünk vissza Sir Daniel Ford. Nyújtság, fentebb megint. Hoppá, ide beugró. Itt pedig... Hoppá. Ez itt mi újság? Csőrendszer? Na akkor menjünk vissza, és lehet-e nekem itt gyalogszerrel tovább haladni? Lehet bizony, jó! Oké, na végre haladunk egy kicsit előre, mert ott az előzőknél azért tényleg nem volt sok előre haladásunk. Itt viszont úgy tűnik, a kis puzzle-önkkel szépen haladunk egyik csőből a másikba, aztán úgy forgatjuk, hogy végig tudjunk menni. Utána, hogy kijövünk a csőrendszerből, ráállunk, és akkor így rendben, de a fejünkkel megjövünk vissza, azt mondom. Na gyere, vegyük vissza azt a szép kis fejünket a helyünkre. Gyere, úgy van. Már csak a kezet is le kellene cserélni, hogy a kezünk is olyan legyen. Jó, akkor itt van a felmászás. Ezt tegyük meg. És itt is. És akkor... Ugyan tovább. Hát, nem találtunk egy hölgyeményt sem, az a baj, hogy... Attól, hogy mi jutunk előre és előre, kerestelek téged. Oké. Na mit ad nekünk? Az mondja, ad nekünk egy poszter, ami mi volt rajta. Itt van. Ho! Itt egy hölgy, de... Valami elkapta? Mi az? Mi kapta el? Húj! Harapó! Egy harapó. Jó. Csípjük le, ott le kell vágni. Egy kiszabadítva, négy maradt hátra. Jó van, itt vannak a hölgyek, vagyis hát egy, és akkor még négy? Hát eddig egyel se találkoztunk. Mármint, hogy tényleg ez volt az első, akit láthattunk. Lehet, hogy ezek után most már úgy jönnek egymás után szobáról szobára, remélem, hogy látható. Hogy az a leeső? Hallatszik a sikítozás? Sikítozás hallatszik. Csak akkor így le kell győzni. Hát az így hatékony, mert szerintem, ha itt állok, akkor nem tud sebezni. De én sebzem őt, úgy csipegetem lefelé. Jó, 2-3-ból. Ott a másik oldalt is van egy, jó van, akkor most már tényleg, most már gyorsabban tudjuk... Fú, 3 kiszabadítva, 2 maradt hátra. És akkor, ahogy tovább megyünk a csőrendszeren, akkor pedig... Vissza kijöttünk a... Most már tovább engedsz? Most nem enged ugyanúgy tovább. Akkor mi van? Akkor merre menjek? Akkor csak ott a lovaknál kell csinálni valamit.
akkor csak a lovaknál van itt valami, mert itt igazából négy irány van. Az egyik irányból jöttünk, a másik irányból ott a hajó van, az két irány, és a másik kettő közül az egyiken végigmentem, itt pedig nem láttam, hogy. Tehát itt volt pár olyan zöldik ellenfél, ezt nem tudom. Lehet, hogy ezt a kalapáccsal esetleg. Vagy arra gondoltam, hogy akkor neki megyünk, ráülünk a lovakra, vagy ezek a bikákra. Várjál, lehet, hogy esetleg megpróbáljuk a távollövő, ezzel mit szól. Hoppá! Azért neki megy. De neki ment! Jó. Tehát, hogy nem közelről próbálkozunk, hanem így távolról. Jó? Jön itt. Aha. Ó, ez most meg tudod harapni. Oda akkor győzzük le. Mi a lövő? Hogyan? Jó, másik oldalt is ki tud jönni. És akkor ott megint csipeget. Kellemetlen lesz. Jó, mehetünk tovább, kiszabadítva, és már csak egy... Jújjúj, az út kellemetlenség. Mindjárt ne essünk le. Ó, ez az. Ez egy kis életes töltő. Nézzük, lent is volt egy továbbhaladási lehetőség, hogy ott egy pillanat. Ugye ez nem az a folyó, de. Ez ahogy visszahoz minket úgy középre. Úgyhogy lent kell nekünk menni inkább. Inkább lent. Jó, akkor ezt megnézzük, hogy lent hogyan haladhatok. Ja, itt lesz. Na és akkor jön ki. Aha. Jól adja amúgy a hangok, tehát lehet fülelni, és elég jól lehet hallani, hogy honnan fog támadni, csak ahhoz úgy csöndbe kell lennem, és akkor úgy figyelhet. Akkor az összes hölgyet, vagy lányt kiszabadítottam, viszont egy kéz itt van, akkor ez a kéz... Mindig valamilyen kis helyre kell, vagy ezekbe kell bemenni, vagy... Oh. Ez hova hozott? Jó, itt már voltam, nem? De akkor nem szabad elhagyni Sir Daniel Fortescue-t, mert hozzá kell visszajutni. Ebben mi van? Nézzük ebbe. Ó, a kehely! Jó, köszönjük szépen. Ebben mi van? Ebben... Jaj, ez ugyanaz így körbe megy azon az... Jaj. Oké. Hát akkor itt a kehely volt így. De hát amúgy nagyon jó, hogy ezek a kezek mindig úgy jönnek ide, és ott villog körülötte, hogy na itt van valami titok, úgyhogy azt nézd meg. És szeretnek. Na nem is kellett ezeket a bánatokat legyezni, hanem csak nyugiba akkor lehetett teljesíteni. És akkor azt mondom, hogy itt az idő, vissza itt felmenjünk. Ha van valami töltési lehetőség, életfeltöltés, akkor azt kihasználom, és akkor beszélünk a tábor főnökkel, vagy a törzs főnökkel, hogy akkor most elégedett, vagy nem elégedett. Aha! Ó, nagyszerű! Megmentettél minket! Most már a Time Stone, micsoda? Mi vagyunk egy teljes törzs. Itt maradsz és segítesz meg nekünk? Nem. Vissza kell jutni a felszínre. Hogy tudok? Rendben, akkor menj a vízhez, és akkor majd elszállítanak téged oda. Tessék, itt a jutalom. A jutalom pedig, hozz a kamerám, a jutalom pedig egy kis arany, köszönjük szépen. És akkor csengő, most már jön, és akkor vihet minket haza. Hú, na jó, köszönjük szépen, akkor indulás a felszín. Akkor hadd nézzem, hogy mi a helyzet a professzor, vagy mi van, vagy a következő pálya. Nincs. Prof. Hol a prof? Hello? Hol vagyunk, vagy mi van? Kehely ajándék? Nincs. Ajtó nyitva? Nincsen. Az is zárva? Ahol? Hó. Várja. Ez így nyitva. Itt van a professzor? Aha. Jó van. Mi? Lefeküdt aludni? Még van egy kis időnk, hogy legyezzük Pélton? Oké. Nehogy megszerezze az utolsó könyvet.
Professzor, ez itt micsoda? Ez a poszter, amit adott nekünk. Jó, nézd, milyen mérges volt, Medievil. Az egyik kísérletem az időgép, de nem működik. Professzor megkért, hogy adjam oda ezt a fejlesztést. Blunderbuss! Na, kaptunk egy fegyvert! Puh, mentés! Na, hadd nézem akkor csak azt a fegyvert. Nekünk még egy kart hiányzik, meg itt kettő cuccos, de nekünk a Blunderbuss az, amit így ide szerepel most már, és akkor jó. Hát igen, kimaradt egy-két hely, lehet, amiatt úgy nem lesz meg minden, de az a levő, figyelj, juhú! Az igen. Hon van a pajzsom? Nem lehet nálam pajzs? Az igen. Na jó, akkor én azt mondom, hogy ez itt most egy befejezése az epizódnak, és szerintem már csak egy epizód maradt hátra, ahol teljes végigjátszásból találkozunk legközelebb.